Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Telefonos interjúm alanya Balla Jenő, szeretettel köszöntöm. Balla Jenő az Összefogás Győrért Egyesület listás önkormányzati képviselője, mellette természetesen három gyermekes, büszke családapa, kiváló, úgymond gazdasági szakember, úgyhogy nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni 2024 elején. Ismerjük egymást régóta, egy generációhoz tartozunk, Jenő 73-as, 74-es, úgyhogy tegeződünk. Szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elvállaltad az interjút, kedves Jenő. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Sok minden témánk van, az elején egy kicsit beszéljünk arról, hogy ilyen perpétum mobile figura vagy te is a szó jó értelmébe, a Összefogás Győrért Egyesület mellett a bothúzással karoltad most föl mellette a Adivárosért Egyesület alapítója vagy, a Jancsifalvi Egyesület, és még számtalan olyan dolgot csinálsz, ami tulajdonképpen ugye az IKR ZRT-nél is csak a laudáció nevén tudnék róla beszélni. Megpihentél egy kicsit karácsonykor? Együtt tudtál lenni a családdal? Hát számomra a család nagyon-nagyon fontos, ebből kifolyólag. Igazán összejöttünk, és a szokásos családi vacsorák, ebédek, amik ilyenkor vannak másoknál is, de azért nem kell arról megfeledkezni, hogy a család mellett nagyon-nagyon fontos dolog az ember számára. A társadalmi szerepvállalás, amit igazán én csináltam, és karácsonykor nagyon sok adománycsomagot osztottunk ki, vagy azt is megemlíthetem, hogy valójában a Hajdúságba is elmentünk a két ünnep között, ahol található az a termék, amivel most az Agromasson is pályáztunk, és ki fogunk állítani. Ez a marhavarázs nevű termékünk, amivel ebbe a tavalyi évben innovációs nagydíjat nyertünk a parlamentben. Szeretném ezzel indítani a beszélgetést, aztán a politikai szeleket is említsük, ugye fehérgyarmati születésű vagy, aztán igen, a tanulmányaidat ugye 18 éves korodig ugye Máté Szakán végezted, aztán tulajdonképpen ugye Széchenyi István akkor még főiskolának lettél ugye a hallgatója, 6 diplomát szereztél, Jenő, tehát az ember mondhatná, hogy jó pap is holtig tanult, de hát a Balla az még tovább? Na jó, nem humorizálok ezzel. Én azt mondom, hogy valójában igen, mert a tavalyi években azért megcsináltam az ékszert becsüstől kezdve a vagyonértékelőn keresztül az ingatlanon közvetítő társasházkezelő. Ezeket pont azért tartottam fontosnak, mert egy, hogy a munkámhoz ez hozzátartozik. A másik meg azért én azt mondom, hogy ha az ember ezeket a különböző tanfolyamokat elvégzi, a Győrszól ZRT-nek a tevékenységi körének egy teljes mértékű rálátást tud igazán az ember számára biztosítani, mint a társasház kezelésre, vagyonértékelésre, stb. Mert hogyha valaki végignézi azokat a felszólalásaimat, főként én ezeken a témákon szoktam igazán foglalkozni, és ezek azok a témák, amik engem igazán érdekelnek, a városnak a vagyoni helyzete, a cégeknek az értékelése, a társasház kezelés. De azért mondom, hogy ezek azok a fontos részek, amiket, hogyha az ember átlát kritikus szemmel, jobbító szándékkal tud hozzáállni, akkor láthatjuk azokat a szép eredményeket, amik vannak. És ezért foglalkozok például ezzel a résszel, vagy a Győri Kofa Szövetséggel, de folytathatnám. A kofát kihagytam, valóban így van. Hát figyelj, ez igazad, nem ez szertágazó tevékenységi kör van. Én inkább azt javasolnám, hogy amelyiket fontosabbnak tartasz, szerintem inkább arról beszéljünk, mert én itt nagyon sokat tudnék erről beszélni, de úgy érzem, hogy jobban látod azt, amit igazán a nézők szeretnének hallani. Igen, én ugye a közgyűlésen rengetegszer ott vagyok, valóban a hozzászólásaid, most mondanám, hogy élményszámba mennek, de hát az egy fajta perverzió, mert az ember ülő, hogyha nem politizál, pedig erre muszáj. Erre azért vigyázzunk erre a szóra, perverzió, én úgy mondom, inkább fogalmazzunk kicsit árnyaltabban, hogyha lehet. Persze, természetesen. Jenő, csak azt szeretném mondani, a legeslegelején beszéljünk még erről a gazdasági vonalról, amit ugye állami kitüntetésben részesítettek. Ez miért kuriózum, illetve miért hozzád, illetve az IKR ZRT csapatához köthető? Aztán belemegyünk ugye ebbe is, mert valóban... Akkor elállom, hogy az IKR ZRT-hez nem köthető. Na, hát én ugye az IKR-nek voltam az igazgatója, utána alapítottunk egy saját céget, a Pannon Agrotech Kft-t, amit már nem tudom, 8 vagy 10 éve működtetünk, és ennek a cégnek a profiljában van például ez a marhavarás termék, aminek pont az az újdonság ereje, hogy a marhatrágyának a szeparátumát megszállítjuk hulladékhő segítségével, nem gázzal,
nagyon sokan mások tennék, így nem lenne megfelelő árértékaránya a terméknek, és a kész terméket bebrikettáljuk. Ennek a terméknek az óriási előnye az, hogy például be lehet tenni dísznövényekre, és az a kellemetlen szúrós szag, ami van, ennek a terméknek nincs, mint a konkurens termékeknek. Én nagyon örülnék neki, hogy ez a terméket nem csak Magyarországon forgalmaznánk, hanem külföldön is, de ennek megvan az útja, amit most jelen pillanatban végig kell járnunk, de ezért is megyünk különböző szakkiállításra, indulunk versenyeken, csinálunk videókat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy marhavarázsos videómat közel 130 ezer ember tekintette meg az országba, és emellette azok a szakmai elismerések, amik vannak, mert nagyon fontosnak tartom mindenféle szinten, politikusoknál is, hogy valójában az politizáljon, aki valamit a másik oldalt is fel tud mutatni. Mert az, hogy valaki elmegy politikusnak, és azt hiszi, hogy politikus, és mellette nincsen megfelelő végzettsége, nincsen megfelelő szakmai tudás. Főiskoláról, egyetemről egyenesen a közgyűlésbe vagy a parlamentbe, sokan vannak így, igen. Hogy mondjam, biztos, hogy vannak ilyen tehetséges emberek, én nem vagyok, tartozok, látjuk közzé. Én a saját energiámból és erőmből próbálok igazán előrébb menni, és építem azokat a kis kockák, amihez segítségével a végső céljainkat meg tudjuk valósítani. Jenő, június 9-e idén, hisz ugye 2024 első napjait érünk, jó egészségbe teljen ez néked családodnak és csapatodnak is mindenképpen. Azért érdekes, mert ugye nem volt még soha ilyen, a rendszerváltás előtt pláne nem, de a rendszerváltás óta sem, hogy egy napon lennének az Európa Parlamenti képviselői választások, illetve helyhatósági, tehát önkormányzati képviselőket és polgármestereket választunk. Mennyire más ez véleményed szerint? Gondolok úgy, mint az Összefogás Győrért Egyesület. Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. Elmondom, hogy mi se tudjuk. Nem tudjuk, hogy azok a szinergiák hogyan fognak hatni. Hogyan fog az lenni, hogyha lesz egy európai parlamenti választás, ahol a pártok indulhatnak csak, civil szervezetek nem. Hogyan fog működni a kampány. Nekünk a ellenfeleink mekkora lehetőségekkel fognak ebbe részt venni. Nem tudjuk azt, hogy a választókat hogyan fogja befolyásolni, hogy kap egy 3 darab ívet, egyiken polgármestert, másikon közös önkormányzati képviselő, harmadikon meg Európa Parlamentit fog. Hogyan megy ez? Megmondom, hogy én politikai marketinget is igazán tanítottam, meg elemezzük nagyon ezeket a dolgokat, mert hogy mondjam, mi azért tudományos alapon próbáljuk ezt is megközelíteni. Hát nem lesz egyszerű, de bízok benne, hogy nem sokára erről az egészről, a kampányokról, stb. Egy tanulmányt vagy egy könyv formájába bízok benne, hogy meg fogunk tudni majd jelentetni. És pont azért gondolkoztam ezen, hogyha mások is erre az útra szeretnének járni, lépni, akkor lássák azt, hogy milyen buktatók vannak benne, milyen lehetőségek vannak. Mert sokan azt hiszik, egy önkormányzati képviselő az, hú, az... De én azt mondom, hogy tenni kell érte. És egy dolgot ne felejtsünk el, mikor vége van egy választásnak, akkor kezdünk felkészülni a következő választásra. Ez így van. Én beletettem azt a munkát, azt az energiát, aminek remélem meg lesz a gyümölcse, ha meg nem lesz, akkor igazán ebből is le kell vonni a konzekvenciákat. Jenő, hagyj kérdezzem meg önkormányzati szinten, ez egy érdekes kérdés tőlem, mert én azért sokan bértolnoknak tartanak, és eléggé ugye elhivatott vagyok bizonyos oldal irányába. Nem, ezt most így magamról mondom. Ugye, tudod, magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, nem tűröm el. Szirános de Berzselek, ne viccelődjünk, mert ez komoly dolog, Jenő. Itt számítanak az értékrendek, vagy önkormányzati képviselőként, ha egy bizottságba bent ülsz, akár egy frakciót vezetsz, bizottsági elnök vagy, akkor különböző dolgok mentén ügyködsz, felszólalsz, mint ahogy te is te teszed, vagy fontos az, hogy én keresztény, konzervatív, liberális, szocialista értékrendet tartsak? Ezt azért válasszuk egy kicsit szét ezt a kérdést. Pártok esetében látom, hogy van egy irányvonal, azt az irányvonalat kell képviselni, azok az irányvonalak mennek a bizottságüléseken, stb. Én, mint független képviselő, nem tartozok egyikhez se. Innentől kezdve azt az értékrendet, amit otthonról hoztam, azt, amit a választóim megbíztak és képviselem, nekem kutya kötelességem abba az irányba menni. Vannak olyan dolgok, amint mondjuk, hogy nem szavazok meg, nem támogatok, tartózkodok. Ez pont azért van, mert nem értek vele egyet. Több ilyen dolog is volt az elmúlt időszakban, de valójában az önkormányzatiság az egy nagyon fontos dolog, mert saját magunknak a vezetőit választjuk meg, akik képviselik az érdekeinket. Az országgyűlés egy teljesen más
De mondom, önkormányzatiról beszélünk, én azt mondom, hogy itt nagyon végig kell. Itt civil emberek is, független emberek is tudnak igazán érvényesülni ezen a palettán, hogyha elindulnak, de azt a mennyiségű szavazatot, ami egy választásnak a megnyeréséhez szükséges, nem könnyű megszerezni. Én azt mondom, hogy tudatosan, folyamatosan történő választói kapcsolattartással ezt el lehet érni, de ez nagyon-nagyon sok hosszadalmas munka. Nem úgy van, hogy például egy társasház kezelő, aki ismer, nem tudom hány lépcsőházat kezel, az elindul, és ő sikeres lesz. Nem biztos. Kell hozzá szerencse, kell hozzá tapasztalat, az embereknek a szimpátiája. Itt azért nagyon fontos az ismertség, a népszerűség. Nagyon sok tényezőből tevődik össze. Most is fogjuk látni, biztos vagyok benne a önkormányzati választáson is, hogy rettentő sokan el fognak indulni. Én azt mondom, és arra buztatok mindenkit, hogy mindenki induljon el. Híve vagyok a koordinált indulásnak is, híve vagyok annak, hogy együtt indulásnak, az összefogásba történő indulásnak, hogyha igazán mindenki megtalálja ebbe a indulásba azt a lehetőséget, amiért érdemes így elindulni. Én azt mondom, hogy ez a március környékén fog ez igazán kikristályosodni, addig igazán mindenki tegye be azt a munkát, dolgozzon, és a munkának meg lesz a gyümölcse, remélhetőleg. Szokták mondani, hogy nincs kampány, majd márciustól a fenéket már régebb óta van, illetve te is fogalmaztad, hogy a választások után érkezik. Jenő, nem szeretnék spoilerezni, meg hát ugye ez a politikai marketingnek a része, de nyilvánvalóan te meghatározó ember vagy az úgymond ellenzék, és az ellenzéket úgy mondom, hogy nem Fidesz-KTMP padsoraiba sorolhatom. Ez egy jó válasz volt, ez tetszett. De nem, mert ez az ellenzék, ez olyan, mint hogy a Pest nem vidék. Tudom, nem akarok semmit mondani. Pest vidék, hogy ki az ellenzéki, ki a függ... Most elmondom, én egy független képviselő vagyok. Én pont középen, én megkapom mind a két oldalról mindent folyamatosan. Ennek azt mondom, hogy ennek én ellenére, ezzel együtt megszoktam. Ennek ellenére potentátként gondolhatnak rád, és most nem akarom felsorolni az összes pártot, az MSZP, stb. Balla Jenőbe, mint az ellenzék, hangsúlyozom, indulójaként, hogy ez olyan nehéz eset, és annyira korán vagyunk így 2024. január elején, hogy erről még ne beszéljünk. Én nekem a véleményem az, hogy a választások előtt kell csinálni egy mérést, egy 10 000-es mintával meg kell nézni az indulóknak a népszerűségét, elismertségét, elfogadottságot, támogatottságot, különböző szempontok alapján, és akkor utána le kell ülni. Mert nagyon könnyű valakinek kiáltani magát és pajzsra emelni, hogy én vagyok a akármelyik csapatnak tételezik fel a vezetője, és én fogok indulni, és én leszek, aki nem. Ezt meg kell mérni, le kell ülni, és mindenkinek tiszta vizet kell önteni a pohárba. Én nagyon bízok benne, hogy meg lesz ez a kerekasztal egyeztetés, egy összefogás, és akkor előrébb tudjuk vinni azt az elképzeléseket, amiket igazán mi is szeretnénk érvényesíteni, de meglátjuk, ehhez partnerekre van szükség. Ha megvan a nyitottság mindenki részéről, akkor mi is természetesen le fogunk ülni, el fogjuk mondani a véleményünket, és bízok benne, hogy konszenzuson, ha meg fogunk tudni elalapodni. Vannak olyan dolgok, amikkel abszolút-e Balla Jenőként se, Összefogás Győrén Egyesület, vagy bármelyik kollektíva vezetőjeként, ami vagy, nem tudsz azonosulni, és nem is akarsz? Nyilván nem olyat, hogy biztos, hogy, biztos hogy vannak olyan dolgok, de én azt mondom, hogy a többségnek az érdekeit kell igazán szem előtt tartani. Hogy itt több választás is láttuk itt az előválasztásos történetet, ami volt. Én megmondtam, hogy soha nem kívánok még egyszer előválasztáson elindulni, mert az, hogy az embereknek a adatainak, a telefonszám, stb. Megadásai. Nem. Én nekem, akik vannak, ismerőseim, választóim, kicsit másféleképpen gondolkodnak. Egy előválasztás esetében van egy nagy lufi, amit felfújunk, az kidurran, az a legvégén az emberek nem kívánnak elmenni választani. Ezt igazán tapasztalhattuk az elmúlt időszakban. Én azért mondom, hogy ettől én igazán elzárkózok. Nekem a véleményem az, hogy egy megfelelő méréssel, megfelelő cégekkel, stb. Lehet egy eredményt látni, hogy ennek milyen erős az ellenzék, ki támogatja. Ez már tudományos alap, amit igazán meg lehet nézni. Nyilvánvalóan okafogyott lenne, vagy egy nagyon bárgyú riportári kérdésre, hogy indulsz, a június 9-én értelemszerűen indulsz, de ettől jó. Hát, hogyha a karácsonyi szórólapomat valaki elolvasta, és látja rajta a fontossági sorrendet, nem csak amit a kis posztaládákban 40 ezer példányba juttattam el. Na. A egyik lap egyik oldalán látható a választási időpontja nagybetűvel, hogy
én nagyon bízok benne, hogy a győri választóknak nagyon-nagyon sokan el fognak mondani, el fogják mondani, és a véleményüket, és látni fogjuk. El is kell, és én abban bízok. Nekem a lényeg az, hogy menjen el mindenki. Én nagyon örülnék egy nagyon-nagyon magas részvételi arányra, mert ez azt jelenti, hogy az emberek szeretnének választáson elmondani véleményt. Nagyon-nagyon nem vagyok megelégedve azzal, hogy Győrben nagyon sokan vagyunk, és nem sokan vannak győriek. Győriek mégis, mert nem ide vannak bejelentkezve. Ezért lett a 16 körzetből 15, mint tudod. Lakik. Tessék? Ezért lett, bocsánat, a 16 önkormányzati körzetből 15, ugye egyet. Erről nem nyilatkozok, mert ez kardba dőlök, ez kész. Most a Győr fejlődik dinamikusan, látjuk a népesség növekedését, látjuk a születéseket, látjuk, erre csökkentjük a képviselők számát, mert az itt lakóknak a száma csökkent. Nagyon egyszerű, hogy miért. Azért, mert hogyha valaki mondjuk, hogy Miskolcon lakik, itt él életvitelszerűen, ha miskolci lakcímét lemódosítja győrire, akkor nem fog például kapni lakhatási támogatást, bejárás, stb. Most ez egy normális nonsens dolog. És milyen sok városban van ez így? Nonsens dolog. De ez egy dolog. De a másik részét megnézzük, az adóerő képességünket Győrnek is, szolidaritás adó mértékét, stb. Ez mind attól függ, hogy mekkora a lélekszámunk. Ha a lélekszámunk nő, kevesebb adót kell befizetni a központi költséget, több marad nekünk, több aszfaltot, utat tudunk felújítani, egészségügyre több pénzt tudunk fordítani. A tanároknak nagyon bízok benne, hogy meg fogjuk tudni motiválni és segíteni valamilyen szinten alapítványokon keresztül az önkormányzat, hogy olyan minőségű tanárok tudjanak lenni, vagy maradjanak a szakmába, és ne menjenek el például a Vodafonehoz, vagy nem tudom melyik boltba dolgozni. Aldiba pénztárosnak. Én azt mondom, hogy nagyon sok munka vár még ránk. Jenő, utolsó kérdésemként szerte ágazó, amit művelsz, én nem is tudom, hogy benned az elem sosem erül le. Idén, vagy lehet, hogy már tavaly volt módom interjút készíteni veled, ami kifejezetten a sportról szól. Hogy jött ez a botthúzás a sztori, és nem ironizálok ezen, mert voltál rendkívül, nem csak Tadzsikisztán, Üzbegisztán, olyan helyek, ahol azt sem tudom, hol van a térképen. Tehát igazából ezzel is foglalkozol. Hogy bírod ezt? Mert három gyermeked van, hál' Istennek, Cseperednek. Úgy mondom, hogy tényleg a legbüszkébb vagy a családodra, ezért tisztellek, becsüllek. Na de ennyi mindent. Ez például hogy jött őszintén? Hát én megmondom, hogy elvileg a győri botthúzók, akik vannak, keresték a lehetőséget. De ez nem egy olyan népszerű sport. Én azt mondom, hogy a botthúzással egy teljesen más világnézetet látunk, mert nagyon-nagyon sok külföldivel tartjuk a kapcsolatot. A lényege az, hogy ez egy olyan sport, ami egy erős sport. És keresünk olyan versenyzőket, olyan erőemelőket, stb., akik ebben nekünk tudnak igazán maximálisan segíteni. Nagyon sok helyre el tud bennünket juttatni. Ez, mint ahogy említetted is, olyan távol-keleti országokba is el lehet jutni, amit szerintem földi halandó nem fog eljutni. Volt olyan Moszkván keresztüli útunk, amikor elmentünk Szibériába például, majdnem egy napot utaztunk. Kaszpi-tengerig, ha jól tudom, vagy meddig? Hát azon is túlrepültünk, ugye elmondom, meg a Vajkától felett, meg stb. És onnan már azért közelebb lett volna Amerika fele hazajönni, mint ahogy másik irányban. De fantasztikus, tehát más kultúrák, más népek. Én azt mondom, hogy azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, ez egy zárt közösség. Bízunk benne, hogy igazán a következő olimpián, olimpiai sportágat is lehetne belőle csinálni, nagyon dolgoznak rajta. Ez kimondottan erős sport. Aki látott már ilyet, az szerintem beleszerelmesedik ebbe a történetbe, és ki akarja próbálni. Én nagyon bízok benne, hogy akik hallgatják, azok közt is lesznek, akik mondjuk ezt meg szeretnék próbálni, eljönni versenyekre megnézni. De én azt mondom, hogy az embernek valahova tartozni kell. Én megmondom, sport területében, én ezeknek a sportoknak igazán híve vagyok, régóta követem őket, és ezért is örülök, hogy igazán kaptunk egy felkérés, és most már azért elmondhatom, hogy Győrbe, Nógrádba, nógrádi botthúzók is, azon kívül Szentesen alapítottam botthúzó egyesületeket, ott is versenyzők vannak, felkértek arra, hogy alapítsak, saját ügyvédem vagyok, innentől kezdve tudok egyesületeket alapítani, bejegyeztetem őket, és onnantól kezdve az ott lévő versenyzőknek van olyan lehetőség, hogy tudnak szponzorokat gyűjteni, tudnak támogatásokat. Én nagyon sok pályázatot írok. Tehát segítesz ebbe, Jenő, mert... Én menedzserem ezt a dolgot, én most nem fogok botot húzni. Ja, nyilván. Azt, hogy ők nem vagy az a Darázs Ádám alkat, de egyébként még az is lehetnél. Nem, én tudtam a Darázs Ádámot ennyi, én azt, hogy ilyen két követ felemelni, nem. Ez teljesen más dolog, én nem... Én inkább másba érzem magamat erősnek, amiben erősnek érzem, azzal szeretek foglalkozni. Látom a kitörési lehetőséget ebbe a sportba, és olyan dolgot szeretek főként, amit mondjuk, hogy elkezdünk piciben,
fejlesztünk nagyba, és a legvégén igazán kicsúcsosodik a történet. Jenő, jó egészséget kívánok néked erre az évre, meg hát mindig is, és természetesen boldog új évet is az egész kollektívádnak, meg aki együtt dolgozik, és személy egyéniséget, de színes is ugyanúgy a győri nem csak közéletet, hanem a közgyűlést is hisz tagja vagy, mint ahogy eddig tetted. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, további szép napot. Köszönöm a felkérés és lehetőséget, üdvözlöm a hallgatóknak, és mindenkinek boldog új évet kívánok. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.